estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Amplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják augusztus 17-én csütörtökön este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között és nagy érdeklődés mellett kezdetét vette Sátoraljaújhelyen az Összművészeti Fesztivál. Újabb látványos szakaszához érkezett a Sátoraljaújhelyi bortemplom és annak környezetének megújítása. Ezen a nyáron több mint 10 000 látogatója volt a Magyar Nyelv Múzeumának. Színes programokkal és sok érdeklődővel vette kezdetét a 2023-as Összművészeti Fesztivál Sátoraljaújhelyen. Szamosvölgyi Péter, a város polgármestere nyitó beszédében kiemelte, hogy Sátoraljaújhely 1950-ig megyeszékhely volt. Így napjainkban is arra kell törekednie, hogy a térségben betöltött kiemelkedő szerepének ma is megfeleljen. Ehhez pedig kiválóan alkalmasak a kulturális programok és a nagy fesztiválok. Kunavali, Falusi Marjan, Sárik Péter, néptánccsoportok és látványos fényfestés. Színes programokkal és sok érdeklődővel vette kezdetét a 2023-as Összművészeti Fesztivál Sátoraljaújhelyen. A település vezetője megnyitó beszédében kiemelte, hogy Sátoraljaújhely 1950-ig megyeszékhely volt, így napjainkban is arra kell törekedni, hogy a város térségi szerepe ne csökkenjen. Ennek egyik szeletét az ilyen rendezvények képzik. Mi ennek a 150 évig, közel 150 évig lévő megyeszékhelynek, az akkor élőknek az örökösei vagyunk. Mi, akik most itt vagyunk a téren, vagy otthon vagyunk, vagy nézzük az élő közvetítést, az örökösei vagyunk. És törekszünk, próbálkozunk ennek az örökségnek a folytatását adni, illetve megfelelni elődeinknek. Térségi szerepben, fejlesztésekben, pályázatokban és beruházásokban egyaránt. 25 év alatt legalább 20-25 milliárd forint befektetés érkezett Sátoraljaújhely városába, és nincs vége a beruházásoknak. A szórakozás és a kultúra is fontos az emberek számára, ezért büszke arra, hogy a nemrég lezajlott Dériné Fesztivál és a még mindig tartó Zempléni Fesztivál mellett kezdetét veszi a nyár harmadik ilyen jellegű többnapos rendezvénye a városban. Ezek a fesztiválok kultúrát adnak, pihenést és szórakozást. Kiknek szól? Mindenkinek, aki itt él a városban és a térségben, és mindenkinek, akit a programok érkeznek, érdekelnek és idejönnek városunkban. Remélem, sokan vannak itt. De ezek a programok azoknak szólnak, és most őket külön köszöntöm, akiknek nem volt lehetőségük elutazni bármelyik nagy fesztiválra, a Sziget Fesztiválra, a Kapolcsi Fesztiválra, hanem itthon maradtak Sátoraljaújhelyben, mert a lehetőségük adott esetben, az anyagi lehetőségük ezt nem engedte meg. Nekik is szól, sőt, különösen nekik szól ez az ötnapos program, hogy idehoztuk a lehetőségeket, nem először és nem utoljára, hogy boldogok legyenek és jól érezzék magukat. Falusi Marjan sokszor járt már Zemplénben, és mindig szívesen érkezik ide. Dús emlékek fűznek ide, mert annyira finom a bor, hogy az valami elképesztő. Voltunk már különböző borászatokban, ilyen borimpro, vagy ilyen borral kapcsolatos előadásokon többször. Akkor voltam a Zempléni Fesztiválon az a felújított, nagyon szép zsinagóga. Tokajban van, ott egy önálló műsoromat csináltam, Királyok és Királynők, az volt a címe. Annak idején meg a Padüdővel, hát az összes kis városban és az összes kis faluban is felléptük. Kuna Valéria és testvérei kétféle produkcióval is készültek a napra. Először egy rajzfilmsláger válogatással, a fiatalabb vagy örök ifjú korosztályt megcélozva, majd az est záró koncertjeként egy minden korosztályhoz szóló produkcióval. A legkedvesebb fellépő helyem Sátoraljaújhely. A Libabőr is láttam, ahogy így hirtelen végigfutott az agyamon, a rengeteg csodálatos emlék, ami az elmúlt, már ki sem merem mondani hány évben ide köt bennünket. Nyaralni is vissza szoktunk járni a családommal. Nagyon-nagyon szeretjük az itteni közönséget, a színpadot, az egész milliót, és mindig boldogan jövünk vissza. Természetesen az Zemplén Kalandpark is nagy hatása volt már ránk, úgyhogy itt mindent szeretünk, nem tudok külön kiemelni sem. Az Összművészeti Fesztivál augusztus 20-án vasárnap fog véget érni, addig pedig minden nap változatos programokkal várják a helyi és nem helyi érdeklődőket a rendezvénytéren és sétáló utcán.
Újabb látványos szakaszához érkezett a Sátoraljaújhelyi Bortemplom és annak környezetének megújítása. Jövő év közepére kell elkészülnie a teljes épület megújításának és a körülötte lévő közösségi tér kialakításának. Továbbra is az a legfontosabb szempont, hogy az ünnepélyes átadást követően olyan kulturális programoknak, kiállításoknak adjon majd helyet, amelyek a sátoraljaújhelyiek és az ideérkező turisták számára is kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak. A sátoraljaújhelyiek számára bizonyosan elsőre feltűnik, hogy hiányzik a kőkorláta a bortemplom előtti térről, és zajlik a borospincék feletti betonszerkezet szigetelése is. Itt tart most a város ikonikus épületének és környezetének megújítása. Eddig a kertben zajlott a legnagyobb volumenű munka azzal, hogy jelentős mennyiségű földet mozgattak meg a tereprendezés kapcsán, majd már a sokak számára is jól látható területeken folytatódik tovább. Le kell termelni a teljes földmennyiséget, megtörtént a vízszigetelés, és most a csapadékvíz elvezető rendszer utolsó simításait végzik a kollégák, és amint ezt befejezték, akkor visszakerül minden egyes négyzetcentiméternyi talaj a pinceszint fölé, ami gyakorlatilag a bortemplom udvara, és ezzel párhuzamosan már mennek a belső építészeti munkák, még ezek a nagy léptékű durva munkák, a födémeknek a megigazítása, de ami szintén látványos, innen kívülről nézve az a nyílászároknak a cseréje, hiszen az megtörtént. Hogy először rápillant az ember az épületre, akkor utána fel se tűnik neki, csak az, hogy nem USB lapok vannak az ablakok helyén, de hogyha közelebb lépünk, akkor látszik, hogy nagyon szép fa szerkezettel cserélték ki a régi nyílászárókat. A külső üveg az ugyanúgy a történelmi hűség kedvéért egyrétegű, de a belső szárnyon lévő üvegek már dupla falú hőszigetelt üvegek. Az érdekes munkafolyamatok közé tartozik majd a zsolnai porcelánból készült városcímerek megújítása is, amelyek a teljes épület pótolhatatlan ékességei közé tartoznak. Sikerült bezárni az épületet, ahogy a szakemberek mondani szokták. A tetőn kisebb felújítási munkák még meg fognak történni, illetve a torony az, ami még hátra van. Ugye jelen pillanatban nem tudunk fölmenni a toronyba, oda egy speciális lépcső építése még hátra van, de ennek is a statikai megerősítése már megtörtént, úgyhogy nagy léptékkel halad a munka előre. Jövő év június 30-a az átadási határidő, amire mondhatjuk azt, hogy még nagyon messze van, hiszen majd egy év van hátra, de azt gondolom, hogy a külső munkák nagy részét el kell végezni idén, hogy a téli időszakban a belső építészeti munkákkal megfelelő tempóval haladjanak. Várhatóan ősszel már az is kiderül, hogy ki készítik majd el az épületben megjelenő kiállítást, hiszen a tervek szerint a felújítás eredményét már úgy szeretnék átadni a nagyközönségnek, hogy a sokak számára érdekes időtöltést is tudjon nyújtani. A Rákóczi Szövetség 1989 óta minden augusztus végén lehetőséget teremt arra, hogy a magyar fiatalok közéleti, tudományos és gazdasági előadások során együtt gondolkozzanak a magyarság és Közép-Európa helyzetéről és jövőjéről egy egyetemista tábor keretében. A kezdetekben Szentedrén megvalósuló rendezvény az elmúlt években Sátoraljaújhelyt választotta a helyszínéül, csak úgy, mint a középiskolás, az anyanyelvi és a tanártáborok. A nagyvilág 18 országából érkeztek idén a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborába több mint 250-en. A hét folyamán különböző közéleti, gazdasági, tudományos előadásokkal igyekeznek megszólítani a fiatalokat, akik számára számos szabadidős kikapcsolódási lehetőséget is nyújtanak. A megnyitón itt volt Csáki Csongor elnök úr mellett Kelemen Hunor elnök úr, hétfő reggel előadást tartott Pásztor István elnök úr a Vajdasági Magyar Szövetségtől, szintén hétfőn Kövér László az országgyűlés elnöke tartott előadást és beszélgetett a fiatalokkal, valamint a mai nap folyamán itt van velünk Grezsa István és Seremet Sándor úr a Kárpátaljai Magyar Szövetségtől. Ezen kívül infokommunikációs, telekommunikációs előadások, sportprogramok, színházi előadás, valamint egyéb más közéleti és gazdasági témájú előadások azok a programok, amelyekkel igyekszünk megszólítani a fiatalokat, de ugyanakkor természetesen a kirándulások is részei a heti programnak. A mai délelőtt folyamán Sárospatakon, a Bodrogon sárkányhajózhattak az ide ellátogató egyetemisták. Ez a tábor a legrégebb ilyen jellegű rendezvény a civil szervezetnek, mely korábban Szentendrén valósult meg, majd a Sátoraljaújhelyi központ kialakítása után költözött át a Várhegyre. Az a tapasztalat, hogy a régiek, akik még a hoteltábor és rendezvényközpont megújítását megelőzően is jártak a táborba,
ők még talán jobban el vannak kápráztatva attól, ami itt fogadja őket. Nyilvánvalóan azok, akik esetleg még korábban nem jártak itt, egyrészt maga a panoráma, maga a táborhelynek a felszereltsége az, ami lenyűgözi őket a programok mellett, de nyilvánvalóan, akik látták ezt a nagy átalakulást, ezt a nagy változást, ők talán, hogy mondhatom, egy picit még jobban el vannak varázsolva a helyszíntől. Vannak, akik sokadik alkalommal érkeztek a helyszínre, akár egyetemistaként, akár előtte már középiskolásként. Pásztor Andor 2019. június 4-én járt először a táborban. Én a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi karára járok. Dél-Magyarországról, Csongrádról érkeztem, és összesen ez az ötödik táborom részvevőként. Véleményem szerint egy hatalmas színvonalbeli változás következett be itt a Sátoraljahelyi tábor központban. Ezen túl pedig én mindig is nagyon jól éreztem magam itt, nagyon tetszik nekem az, hogy egyrészt nagyon sok ember van, nagyon sok fiatal van itt, illetve azt, hogy nem csak az országon belülről, hanem a Kárpát-medence minden területéről, sőt azon túlról, a diaszporából is ismerhetek meg úgymond harcos társakat, akár egyetemista, akár korábban középiskolás diáktársakat, akik bárhonnan is érkeztek a világból, mindig ugyanolyan értékrenddel és ugyanolyan gondolkodásmóddal rendelkeztek, mint én. A hét során az előadások mellett a fiatalok meglátogatták a Sátoraljahelyi várat, volt számukra sportnap, és bemutatkozott a Magyar Honvédség is. Idén is kimagasló látogatói számokkal zárhatja a nyári szezont a Magyar Nyelv Múzeum a Széphalomban. Több mint 10 000-en tekintették meg a kiállításokat, és még többen sétáltak a kertben, vagy vettek részt valamelyik olyan rendezvényen, melynek az intézmény adott otthont. De a legfontosabb az intézményvezető szerint, hogy átlagosan több órát is eltöltenek náluk az emberek, és a visszajelzésekből kiderül, hogy szellemi, lelki munícióval felvértezve távoznak. Több mint 10 000 látogató, 2-3 vagy akár 4 óra eltöltött idő átlagosan, és több mint 5 000 olyan diák, akik múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vettek. Ezekkel a számokkal írható le a Magyar Nyelv Múzeumának a nyara. És ebben még benne sincsenek azon rendezvények, melyeknek helyszínül szolgált az anyanyelvünk zarándok helye. Úgyhogy az esős időjárás ellenére is sikeresen zárja az intézmény a szezont, mondta el Nyíri Péter igazgató. Segítette nekünk az, hogy a Rákóczi Szövetség táborai itt vannak a hegyen. A hegyről nagyon nagy számban jönnek a fiatalok, és megismerik ezt a zarándok helyet, illetve a Petőfi év kapcsán van egy diákutaztatási program, annak keretében is az iskola időben természetesen, tehát májusban is, majd szeptemberben sok-sok fiatal érkezik. És akkor mondjuk el azt is, hogy sokan vannak a látogatók közül, akik a kertben sétálnak, vagy programra jönnek, például a Déri Név Fesztivál alkalmával is nagyon sok család volt a kertben, vagy pedig, amikor nincsen program, akkor sétálnak ebben a megújult kertben, tehát látogatott ez az emlékhely. Szerencsére, hát Petőfi azt mondta, aki 200 éve született, hogy illő volna legalább egyszer elzarándokolni ide, mi most már azt mondjuk, hogy bátran vissza lehet jönni 2-3-szor és többször is. Természetesen a látogatói élményt nem lehet és nem is szabad számszerűsíteni, hiszen fontosabb, hogy egy látogató milyen lelki és szellemi gazdagodással többlettel hagyja el Széphalmot, vagy éppen Sátoraljahújhelyt, tette hozzá Nyíri Péter. Ezért örülünk annak nagyon, hogy a látogatóink kimondják, elmondják és le is írják, hogy a széphalmi látogatás nyomán és után büszkébbek a magyarságukra, örülnek annak, hogy ez az anyanyelvük, büszkék arra, hogy magyarok. Mert hogyha ez megtörténik, akkor nem csak szólam azt, hogy a nyelvében él a nemzet eszme, az cselekvési program legyen. Minden, amit mi itt teszünk a Széphalmi 5,5 hektáros kertben, azt szolgálja, vagy azt célozza, hogy ez a nyelvében él az nemzet eszme cselekvési program legyen. És hát ez a tétje tulajdonképpen a mi munkánknak, hogy vajon a nemzeti azonosság tudatában megerősödnek-e az ide látogatók. És Gyulának Haza a magasban című versében van, hogy mondd csak a szókat, míg belőle egyszer futóhomokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. De most ez megtörténik mindig, minden időben, hogyha a megfelelő szavakat, ahogy így is mondta, szókat mondjuk ki, akkor folyamatosan erősödik, és egyre gazdagabb lesz Magyarország. És szerintem minden múzeumnak, a Magyar Nyelv Múzeumának is, illetve a munkájának ez a legfontosabb célja és ez a tétje. Természetesen még van 2 hét a nyárból, és azután sem áll meg a munka. Az intézménynek több hagyományos rendezvénye az őszre esik,
és továbbra is várják a látogatókat. Augusztus 23-án és 24-én, azaz jövő héten szerdán és csütörtökön újra Sátoraljaújhelyen is lesz lehetőség az önzetlen segítségnyújtásra. Ezen a két napon ugyanis a Magyar Vöröskereszt újabb véradó eseményt szervez városunkban. A helyszín most is a Kossuth Lajos Művelődési Központ pódium terme lesz, ahová nem csak a rendszeres, hanem az első véradókat is várják a szervezők. A Magyar Vöröskereszt számos tevékenységi körben végzi a feladatait, ezek közül az egyik legfontosabb a véradás. A szervezet Borsodabói Zemplén vármegyei területi koordinátora Laták Kamilla ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a véradás szervezés folyamatos, így számos településen megjelennek országos és vármegye szinten is. A nyári időszak mindig nehezebben megy, hiszen a nagy meleg, a nyaralások és az oktatási intézmények kiesése miatt kevesebben mennek el egy-egy helyszínre, mint az év többi szakaszában. A betegeknek folyamatosan szükségük van a vérre, az emberi vér az semmi mással nem pótolható, így nagyon ügyelnünk kell arra, hogy ebben a feladatunkban lehetőség szerint ne legyen megakadás. Természetesen azért az éven belül is mindig vannak kihívások, vannak sajátosságok, amikhez igazodni kell. Most ugye lassan közeledve a nyár végéhez talán azt emelhetjük ki leginkább, hogy a nyári időszak milyen nehézségek elé állított minket a véradás szervezési tevékenységünkben. Nyáron azért az emberek egy kicsit nehezebben szánják rá magukat a véradásra, ennek több oka is van. Az egyik az, hogy sokan a szabadságukat töltik a munkahelyeken, a különböző oktatási és egyéb intézményekben nem tudunk olyan gyakorisággal véradást szervezni. Június 1-től augusztus végéig összesen 37 véradó eseményt szerveztek, így ebben már beletartozik a Sátoraljaújhelyi kétnapos véradás is. Most 8-ó, 23-án és 24-én, szerdán és csütörtökön 8:30-tól 17 óráig szervezünk véradást a Kossuth Lajos Művelődési Központban és Sátoraljaújhelyben. Reméljük, hogy minél többen eljönnek. Azokat bíztatnám elsősorban, akiknek a nyáron kimaradt valami miatt esetleg egy véradó esemény, elég hosszú a hirdetett időtartam. A véradás egy 30-40 percet vesz igénybe optimális esetben, úgyhogy most előre kérem az Zempléni térségben a kedves nézőket, hogy aki csak teheti a 8-ó, 23-át és 24-ét, azt jegyezze fel magának, és jöjjön el a véradásra. Laták Kamilla hozzátette még, hogy az elmúlt időszakban két helyszínen is sikeres volt a véradás, ami azt jelenti, hogy a tervezett létszámnál többen érkeztek. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között és nagy érdeklődés mellett kezdetét vette Sátoraljaújhelyen az Összművészeti Fesztivál. Újabb látványos szakaszához érkezett a Sátoraljaújhelyi bortemplom és annak környezetének megújítása. Ezen a nyáron több mint 10 000 látogatója volt a Magyar Nyelv Múzeumának. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is, viszontlátásra!